Üdvözlök mindenkit, Necrokrim vagyok, jöjjenek egy kis kedvenc formulási helyem Warframe-étve, nem csak én kedvenc formulási helyem, hanem úgy általánosan a Warframe világán belül kedvenc formulási helyek, tulajdonképpen azok a főbb helyek, amelyek jelenleg jól működnek a játékba, és remélhetőleg nem fog eszükbe jutni, hogy ezt is lenörföljék valami oknál fogva. Szóval jelenleg ezek a helyek ebben az adott időpontban, amikor látjátok ezt a videót, ezek a helyek még érvényben vannak, remélhetőleg később is érvényben lesznek, és semmilyen komolyabb nerf áldozatot nem kapnak, mert hogy manapság ez a divat, de nem csak Warframe-ben, hanem minden játékban. Na most, a játék, amit játszhatok, az is egy ilyen helyen történik, ugye Neptune, Triton nevű helyén vagyunk, egy nagyon jó farm hely több szempontból is, de ami a legjobb, egy véletlenszerű csapatot fogtam ki, de volt ott egy Trinity, volt egy Slow Nova és egy Frost, és én Nixel crowd control szempontjából, Nova crowd control szempontjából, Trinity pedig folyamatosan adott energiát, nagyon jól bírtuk. Gyakorlatilag elmentük egy 3000 crowd-ig is, még szerintem bírtuk volna tovább is, de aztán ketten ki akartak menni, úgyhogy hát akkor menjünk ki. Na, de nagyon pöpec kis játék, szóval. Jöjjenek a jelenleg a játékban felelhető normálisabb farmhelyek, és ahol igazán jól kijöhetsz a dolgokkal, és egy kisebb nyersanyag boostot adhatsz magadnak. Az első akkor legyen úgy, az első pedig a Neptune, és akkor a Triton. A Triton több szempontból jó. Több minden dobál, amire későbbiekben önszükséged lesz. Az egyik az, hogy úgy itt excavation-t játszunk, és az egyik nagy esély, amit dobálhat, az a arany fusion core, tehát a rare, az R5-ös, tehát rank 5-ös arany fusion core, ami nagyon-nagyon jól jön, hogyha majd modolni kell, ugye? A másik nagyon lényeges dolog, amit dobálhat, az összes T2 és T3 survivor kulcs, vagy bocsánat, az összes T2 és T3 kulcs, hülyeséget van a survivor kulcs, OMG. Szóval összes T2 és T3 kulcs, ez nagyon-nagyon lényeges, azt hiszem egy nagyon jó dolog, mert ezekből mindig hiány, mert főleg T3 Survivorből, ott manapság jó cuccokat dob, ugye például egy S System, T2 Survivoron pedig egy Somari Seaver eset, szóval mind a kettőnek van értéke, ezért is nagyon, manapság nagyon értékes mindaz a kétfajta Tower kulcs. A másik nagyon jó dolog, hogy azon kívül, hogy R5-ös Fusion Core-okat dobál, dobálja még a sima és az ezüst Fusion Core-okat is, hogyha az ellenfeleket tölöd nagy mennyiségben. Ezek azért nem olyan nagy számok, de jól jönnek. A következő dolog az, hogy a kredit is viszonylag jól esik, ha elég messze, mármint elég hosszú ideig vagy bent. És a harmadik pedig kettő olyan nyersanyagot dobál, hogyha hosszú távon játszol játék, akkor nem szükséged lesz rá. Az egyik pedig a ferrit, és a másik pedig a nanospor. Mindkettőre azért nagy szükséged lesz idővel, tehát és gyakorlatilag fontosabb, mint a control modul, ami a legritkább azon a pályán. Úgyhogy, ha összefoglaljuk, R5 fusion core-ok, sima és ezüst fusion core-ok, T2, T3 kulcsok, ferrit és nanospóra, plusz egy egész jó kredit formuló hely is ahhoz képest. Ezeket a dolgokat csak Neptune Tritonon tudod elérni ilyen mennyiségben, úgyhogy ez mindenképp egy kifizetődő formulási hely ezekre a dolgokra. A következő pálya, amit megellítenék, az a Ceres Drakó lenne. Az pedig egy nagyon jó T4 Survivor Defense, illetve Interception formulóhely, továbbá Orokin Cell formulóhely, továbbá a Warframe világán belül az egyik legjobb, hanem a legjobb XP formulási hely, szabályos XP formulási hely, vagy egész pontosan fogalmazzak. Az egyik legjobb, mind fegyverre, mind karakterre, Ceres Drakó az a hely, ahol gyorsan fel tudod húzni a karakteredet. Viszonylag jó mennyiségben tudsz farmolni Orokin Cellet, illetve T4 Survivor Interception Defense kulcsokat csak ott kapasz. Tehát a legnagyobb esélye T4 Survivor kulcsokat. És az azért jó hely, hogyha a karakteredet egy kicsit boostolni akarod, vagy megismerni egy kicsit jobban a karaktert, hogy hogyan kell vele játszani. A T4 az a hely, ahol igazán megmutatkozik a modolásnak a gyengéje, erőssége, és gyakorlatilag
Egész jó cuccokat dobál most manapságot is. Nem mondom, hogy önöknek mindegyiknek van komoly értéke, de például ember helmetet kiszedhetsz, és hamarosan ki fogják szedni az embert, úgyhogy érdemes tényleg Survivor-re menni manapság. Ha jól emlékszem, dobál ott ember helmetet is, ja, ha minden igaz. Na, a következő ilyen farmolóhely, ha mondjuk kreditet szeretnétek farmolni, akkor azt mondom, hogy Eris Akkádra érdemes menni. 5 körönként kijönni, egy olyan 25 ezer kreditet fogsz tudni kijönni, az per kb. Kredit booster nélkül Eris Akkádon. A másik pedig, a Necrosz viszel, már pedig vigyél Necroszt, ugye? Oda úgy érdemes menni, hogy Necrosz Tonkor, vagy Necrosz Kulsztár, stb. És farmolt, simogassad, szántsad azt a levegőt, mert egész jó kidobálja a neurodzokat is, tehát amiatt is érdemes, és egy megint csak nagyon lényeges nyersanyag, a nanospóra, amit megint csak ott dobál, de oda a játékosok többnyire pénzért szoktak menni, és Necrosszal, gyors robával, stb. Valamivel gyorsan végig lehet menni 5 körön, kiszedni azt a 20 ezer, 30 ezer kreditet, és akkor továbbállni még, és még, és még, és akkor így a végtelen farmolás. A másik, ami jó neuróc farm hely lehet, az a földön, az Excavation, a Luain, oda szoktam járni, vagy a Dark Sector Excavation pályájáról, aminek most így nem tudom a nevét. Ott is egészen jól szoktam dobálni azt a bizonyos neurócot. Na most az ilyen neuróc dobálási helyen azt mondom, hogyha 20 percig nem dobott legalább 3-at, akkor mindenképp menjek ki. De hogyha az első 10 percben egyet legalább nem dobott, akkor is menjek ki, és kell, gyere be egy újabb körre. A másik nagyon jó és érdemes hely az pedig az Uranus bolygó manapság, és az Uranuson belül is azt mondanám, hogy az Ophelia. Egy Survivor játék, ahol hihetetlen mennyiségben lehet galliumot farmolni. De tényleg egy ilyen 20 perc alatt ilyen 30 galliumot is ki lehet farmolni. A másik pedig, mivel hogy az Uranus most átalakították és félig meddig új bolygó, tehát Archwing Mission is lehet. Dobálja a telluriumot, és egész szép számot, tehát egy olyan jó fél óra alatt időnként 3-4-gyel is kijössz, de egyel biztosan kijössz a fél óra alatt, és az azért telluriumból egy olyan bolygón, hogy nem Archwingre kell menni, valljuk be őszintén, egy jó dolog. Szóval ahhoz képest, ha Necrosz tiszel, akkor majdnem biztos, hogy egy fél óra alatt egy 4 telluriummal ki lehet jönni, ami egy nagyon jó dolog, mert hogy végre nem Archwingre kell menni. Nem, mint nem szeretném az Archwingot, meg fasza meg mindegy, csak valahogy úgy macerának érzi az ember, vagy hát nem tudom. Szóval azt mondom, hogy Uranusra érdemes manapság elmenni, és az Ophéliára, és ott is dob egy másik olyan nyersanyagot, ami egész fontos lehet, ugye egészen a jövőkben, és ez pedig ugye az egyik a polimer bannal. A galliumra nagy szükség van, főleg, hogyha ilyen kezdő középszinten állsz, és a telluriumra is, amikor rádöbbelsz, hogy neked kell az optikor. Szóval ezek lennének azok a helyek, amelyekre azt mondom, hogy érdemes elmenni, és érdemes farmolni ezeket a dolgokat, mert hogy jelenleg ebben az adott részében a játéknak, vagy idejében a játéknak jól működnek, amíg aztán a Warframe közösség azt nem kéri, hogy hát farmoljuk már, patcheljük már, vagy nerfeljük már le a jól farmoló helyeket is, mert hogy miért ne. Na! Röviden ennyi lett volna ez a videó, remélem, hogy tudtam segíteni az egy-két dologban, hogy egy kis boostot adjatok a kis nyersanyag farmolásnak, mert tényleg ahogy egyre az ember egyre inkább bele keveredik a játékba, egyre inkább és egyre több nyersanyagra lesz szüksége, és az a baj, hogy valahogy úgy van balanszolva a Warframe, hogy egyes nyersanyagodra sokkal jobban szükséged van, mint a többire, és ez ugye ilyen aranyfüzsőnkor, ferrit, polimer bundle és nanospóra, ezekre ilyen hihetetlenül szükség van, nem beszélve arról, hogyha egyszer arra adod a fejedet, hogy egy saját dodge-ot hozol észre, na akkor aztán az mindenedet elviszi, de tényleg, tehát így nyersanyagon, platinám, formán keresztül, igen, a formára szerettem volna megmondani, hogy formát farmolni a legjobban T2 Extermination és T1 Capture-ön lehet, és T1 Capture kulcson elég gyakran esnek, hogy nagyjából mindenhol, ahova mész, a T2 Extermination, T1 Capture, ezeken elég jól lehet formát farmolni, továbbá T1 Defense-en, T1
egy Exterminationon, T2 Survivoron, ezeken jól lehet viszonylag argon kristályt farmolni. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!